A nyári szünetben két nem nyíregyházi nevelésű játékossal, Tóth Gergellyel és Bazsó Brunóval megerősített Nyíregyháza Blue Sharks úgy vágott neki az alapszakasznak, hogy minimális célként a legjobb négy közé kerülést tűzte ki. Az őszi szezonban az élmezőnybe tartozó csapatoktól vereséget szenvedtek a kékcápák, plusz becsúszott egy nem várt vereség a Budaörs otthonában. A szezon második felében már stabilabban játszott a nyíregyházi gárda, amit az idegenbeli sikerek is bizonyítottak, no meg az, hogy a BKG prímersének és a végül alapszakasz győztes Veszprémnek is sikerült visszavágni az őszi vereségért. A negyedik hely végül meglett, úgy, hogy a harmadik oroszlány mindössze egy győzelemmel gyűjtött többet a nyíregyháziaknál. Úgy gondolom, hogy sokat fejlődtünk, és azt hiszem, hogy az mindenféleképpen jó irány, hogy a bajnokság vége felé, tehát a rájátszás közelettével lett egyre stabilabb a csapatjátéka, akár hazai pályán, akár idegenben. Ez mindenféleképpen bizakodásra ad okot, de természetesen ehhez azért be kell húzni azokat a mérkőzéseket, amik eldöntik, hogy a bajnokság végét alapvetően hol zárja a csapat. Az elmúlt nyáron több élvonalban szereplő kosaras igazolt az NB1B piros csoportjába, amelynek mezőnye a szakemberek szerint évről évre erősödik. Most már harmadik éve szerepelünk itt, és úgy gondolom, hogy évről évre erősebb. Ugye néhány évvel ezelőtt azt lehetett mondani, hogy talán a Bonyhád nyerte meg többször a B csoportot, és nem akart fölkerülni az A csoportba. Úgy gondolom, hogy ilyen nincs már, hiszen több csapat is szeretne. Én úgy azt hiszem, hogy négyen is elvállalnák az A csoportban való indulást, és hát ez a négy az első négy helyen szerepelt a bajnokságban. Bár a többieket nem akarom megsérteni, de azt hiszem, hogy ez a négy csapat bármikor oda is kerülhetne, és bízom benne, hogy ezt majd a rájátszásban bizonyítani is fogja mind a négy csapat, hogy oda való. Az alapszakaszban 11 pontot és 6 gólpaszt átlagoló Busz Iván szerint még jelentős tartalékok vannak a csapatban. Ahogy a szezon elejéből indulunk ki, ott azért voltak elég gyenge teljesítményeink, és hogyha hasonlítom a szezon végéhez, akkor ég és föld. Bennünk van szerintem még sok lehetőség, mindenféleképpen elődöntőben szeretnénk tovább jutni, csak arra fókuszálunk most, aztán, hogy utána mit hozhat esetleg az elődöntőben a sors, azt még nem tudom. A BKG Prímaes elleni párharc első felvonását március 12-én rendezik a Continental Arénában. A második mérkőzés egy héttel később lesz Szigetszent Miklóson. Ha szükséges, a harmadik találkozónak húsvét vasárnap Nyíregyháza lesz a helyszíne. A további párosítása következő Veszprém PVSK, MAFC Vasas Akadémia és Oroszlány Budapesti Honvéd.